Minden évben télen van kullancsos betegünk. Tavaly is volt, egy-kettő, nem sok, de a legkeményebb hidegekben is érkeztek kullancsos betegek. Januárban elvesztettünk 5-6 beteget autoimmun hemolitikus anémiában. A babéziózisnak lehet a következménye, a folytatása, pusztulnak a vörösvérsejtek, a szervezet a saját vörösvérsejtjeit idegen anyagként ismeri föl, és elkezdi pusztítani a vörösvérsejteket. Tehát ezért, amikor egy babéziás kutyát kezelünk, mindig arra is kell gondolni, hogy nehogy legyen ebből még egy további hemolitikus anémia. Ha szerencsénk van, akkor a kutyák jelentős részét. Azt szoktam mondani, hogy 100 kutyából 95 gond nélkül gyógyul, ha azt időben észreveszik. Tehát nekünk ezt kell elmondani a gazdinak. Kutyus nagyon bágyat levert, azonnal nem várni vele egy napot, elhozni az orvoshoz. Vannak olyan trükkök, hogy ezt hogy lehet korrekten diagnosztizálni. Nekünk van ultrahangunk, mindig megnézzük a lépét, hogy mekkora, levesszük a vizeletet, és megmérjük a hőmérsékletét. Tehát ha pontokba kell szedni, akkor tapasztalunk egy kis anémiát, sápadtabb a nyálkahártyája, levert, magas láza van a kutyának, olyan, mint az influenzás ember, nem szívesen mozog, az általában egy ilyen 40 fokos hőmérsékletet jelent. Megnézzük a vizeletet, nem korjelző értékű, hogyha az vörös színű, de a sárga színű, tehát normál sárga színű, azzal sem tudjuk kizárni. És egyúttal megnézzük a lépet. Ha látjuk azt, hogy a lép jelentősen megduzzadt, úgynevezett hiperémiás állapotban van, plusz még magas láza van a kutyának, akkor nem várunk, elkezdjük kezelni. Ugyanakkor elindítjuk a laboratóriumi vizsgálatokat, fél nap alatt megvan az eredmény, gyakorlatilag utána már kezünkben van a diagnózis, és már tudjuk annak megfelelően kezelni.